Shuffle, kickback type of a game called the Kansas City Shuffle. Where as you look left, they fall right into a Kansas City Shuffle. Yes, on Big Thunder, from Jordan and Goober. Und hier die Bücher man sehr. Und hier die Roten Bär. Anker Lüfts, verschoben Gondel. Nos, körülbelül 120 óra játékidővel és nagyjából 2 hónappal a játék elkezdése után úgy érzem, el tudom mondani, hogy miért érzek rendkívül vegyesen az új Assassin's Creed Valhallával kapcsolatban. Még most elmondom, hogy ez a saját véleményem, és megértem, ha valakinek szöges ellentétben más érzései vannak a játékkal kapcsolatban, de ha tudjuk egymás véleményét tisztelni, akkor érthető lesz az álláspontom. Az AC Originsre visszatekintve azt gondolom, az újítások és az RPG játékelemek beemelése nagyon jót tett a szériának, de a történetvezetés és az új játékmechanikai elemek unalmasak voltak úgy a sztori közepére érve. Az Odyssey nekem a legjobban tetsző AC eddig a loot rendszere, a sztoria, Isu misztikuma, sőt még a DLC is nagyon magával ragadóak lettek. Itt én teljesen biztos voltam benne, hogy az új AC-k harmadik része lesz a legjobb, hiszen ide fogja kiforni magát az egész Ubisoft féle újítás, és az összes hiba kiküszöbölésre fog kerülni. Hát ez sajnos nem így lett. A játék rengeteg újítást hozott be, és a hangos kisebbségre hallgatva dobták el teljesen az Odyssey féle loot rendszert, és ezzel együtt a felfedezés élményét is sútba vetették, hozzáteszem, akaratukon kívül. Mert az látszik, hogy az angliai és a norvég setting nagyon szépen ki lett dolgozva, igazi Ubisoftos alapossággal lett megépítve a világ, de a felfedezésre váró tárgyak annyira egysíkú, unalmas ládanyitogatásba csapnak át, már az első terület lepucolása után, amit még én nem láttam. Ezt a legelső AC is tudta, pedig ott kiderült, hogy a zászlógyűjtögetés nem éppen izgalmas feladat. A grafika nyilván fantasztikus, érezhető, hogy ez a legszebb Assassin's Creed mindközül. Az új generációs konzolokon szépen fut, PC-n pláne, a prevgen konzolokon viszont síralmas a hosszú töltési időkkel kell számolni, és a futás teljesítmény is néha rendesen beesik 30 FPS alá. Nyilván jól megfontolt gazdasági döntés áll amögött, hogy jelenjen meg az előző generációra is, de attól még nem lett jó. Az egész környezet kiépítésénél érezhető, hogy olyan grafikusok, fejlesztők alkották meg a Valhalla világát, akik már láttak életükben folyót, patakot vagy túráztak már a természetben. Nem csak a tárgyak poligon számán látszik és a fénylő felületeken, hogy szép a játék, hanem az egész esztétikuma is olyan, hogy lemászik a képernyőről. Én többször is megálltam rácsodálkozni egy lemenő napra, vagy a felkelő nap ködben úszó folyóvidékén, a hajózás közbeni döbbenetes látványvilágán áll lejtve néztem a játék élethűen ábrázolt környezetét. A harcrendszer mód felett fapados. Az Odysseyhez képest itt visszalépésnek éltem meg az egygombos fájtokat, még Drengir difficultyn is. Valamiért csak azokat a játékokat tudom szeretni és élvezni, ami nyújt egy alapos kihívást is. Így a legnehezebb fokozat kiválasztása minden esetben alapvető nálam, ez itt sem volt másképp. Noha meg is adta a kihívást, de az ellenfelek egysíkú move-szettje annyira kiszámíthatóvá teszi a címet, hogy hiába a legnehezebb fokozat, úgy tombolsz végig már a legnagyobb táborokon is közepes felszerelésben, mint a story módban lenne a nehézségi szint. Van itt medve, farkas, lándzsás, pajzsos, kétkezes fegyveres és dual hand moveset, ennyi. Ezt 120 óra alatt csukott szemmel is megtanultam, kár, mert a nagy dírrel-durral belengetett harcokat olyan rezignált arccal csináltam meg, mintha az angol tudósok újabb felfedezéseiről hallgatnék híreket. És akkor a loot rendszer. Tehát nincsenek random lootok, összeszedhető epic felszerelések. Alapvető szettek vannak, amelyeket upgrade-del lehet egyre jobbá és jobbá tenni. Hiába nyitogatod a kb. 500 ládát, ami a játékban van, erről szó lesz még később. Abból kiesik egy egyszerű pajzs, vagy egy nadrág, amit ha akarsz és van elég matéria nálad, lehet fejleszteni. Ennyi. Persze a fizető shopban hozzáférsz a legszebb páncélokhoz azonnal is, de a játékban összeszedhető gear nagyon sótlan. Ezzel a megoldással lett
pusztítóan unalmas a felfedezés a játékban. Minden sárga pötty, ahova hörcsökszerűen elfuthatunk, hogy lenyomjunk egy gombot, dob egy fejlesztéshez szükséges fémet. Ez a terület nehézségétől függ, hogy miért. Na most, amikor már 50 ilyen van nálad, felmerülhet a kérdés, hogy minek még az 51-et is megszerezni. Én mindig szerettem összeszedni az összes gyűjthető tárgyat, kinyitni az összes ládát, megcsinálni az összes mellékküldetést. És nyilván, ha az ember a gyűjtögetést választja, az unalmas lesz minden játékban. De nem ilyen mennyiségben, itt elmebeteg mértékeket öltött a gyűjthető tárgyak, artifaktok és mellékfeladatok száma. Mi a fenének kell egy területre 25 láda, 18 mellékfeladat és 12 artifakt úgy, hogy még van ezen a területen kívül másik 22, ahol változó mennyiségű ugyanilyen gyűjthető tárgyat kell összeszedni. A kevesebb néha több bölcsességét a Ubisoft egyszerűen nem is akarja magáévá tenni. Ez a játék konkrétan nem tartja tiszteletben a játékos idejét. Persze, mondhatod most, hogy akkor ne szedd össze. De erre az a válaszom, hogy én össze akarom szedni, mert ilyen vagyok. Viszont ekkora mennyiségnél ez már frusztráló a hosszú 80 órán át tartó ikonkergetésben merül ki. Nem egy játék megmutatta már, hogy hogyan kell a gyűjthető tárgyakkal a sztorit mélyíteni, esetleg az általunk megreformált főszereplő személyiségét bemutatni, vagy az érzéseit megismerni. Itt ilyen nincs. Eivorról alig tudunk meg valamit, szinte sosem éreztem, hogy egy hullámhosszon lennék a döntéseivel, az érzéseiről nem oszt meg semmit a játékossal. Csak lenyomod a gombot és jön a csillogó instant kielégülés érzése, mint a drogfüggő, csak még egy shot, még egy sluk, még egy chest. Persze a mellékfeladatok között egy-egy villanásra megmutatkozik, hogy lett volna itt kakaó a történetírást tekintve, de ezeket nagyítóval kell keresni. A 189 mellékfeladat közül 5-6 ilyen van, és olyan hatalmas időközönként, hogy csak miután letudtuk, jövünk rá, hogy ez egész jó volt, aztán ezzel a lendülettel futunk is tovább a következőre. A fő történet nekem teljesen szét volt. Van itt egy Ancient Order is, akiket mondva csinált indokokkal levadászhatunk, ha akarunk, de a világ semmilyen szinten nem reagál arra, hogy 15-en vannak-e még, vagy csak egy van már belőlük. Sőt, itt emelném ki, a világ szinte semmire sem reagál körülöttünk. Csak futkosunk egyik helyszínről a másikra, kovácsoljuk a szövetségeinket, aminek semmilyen látszata nincs az adott területen, csak egy térképasztalon cserélődnek le a figurák. 2015-ben, 6 évvel ezelőtt, a Witcher 3 már megmutatta, hogy ezt is lehet elegánsan csinálni. Ha egy-két mondatot is mondanak a területen élők a megjelenésünkre, vagy bármire, de itt semmi ilyesmiről szó sincs. A küldetések nem változnak meg a döntéseink miatt. A tónus ugyanaz marad, baktatunk előre, pucoljuk a térképet kőkemény munka árán. Ez már nem is játék, hanem mókuskerék. Az előre legyártott jelenetek sehol sem változnak meg, nincs válveregetés, sem szégyenkezés a tetteim miatt. A Ghost of Tsushima egyik legjobb újítása volt, hogy egy idő után elkezdtek félni tőlünk az ellenségeink, mert híre ment a tetteinknek. De itt egy mezei paraszt is nekünk esik, hiába van a hátunkon két-kétkezes kard, amiből az egyik az Excalibur, és arra sem mond senki semmit, pedig egy varázskard van nálunk, de semmi. Itt értettem meg azt, hogy tulajdonképpen miért ásítozok és ülök bambán a nyugati open world játékokat játszva. Az Assassin's Creed olyan, mint a McDonald's. Mindig ugyanolyan, de mindig jó. Nem jobb, nem rosszabb, csak jó. A Mackey finom, akkor is, ha Brazíliában vagy, akkor is, ha Nepálban vagy. Az Assassin's Creed ugyanolyan, teljesen mindegy, milyen alcím alatt jelenik meg. Azt az élményt nyújtja, amit megszoktunk. De elég csak ennyi. Tényleg elég nekünk játékosoknak szaladozni az ikonok után pocsék sztori mellett? Elég egy szép világ, izgalmas mainstream történeti kor és egy jól begyakorolt játékmenet? Persze tudom, a számok alapján természetesen elég, a számok hozzák az elvárt szintet. Én is megvettem. Jól is éreztem magam a játék közben. Az 50. óra után éreztem csak azt, hogy na ez már kegyetlenül bitangunalmas kezd lenni. A 120. óra után pedig már nincsenek érzések. Mész előre, csinálod a feladatod, darálod a számokat, hogy megjelenjen a kis pipa a gyűjthető tárgyak listáján is villanjon az achievement. Számomra az abszolút mélypont akkor jött el,
amikor a játék végére értünk, amikor a fő történet befejeződött, amikor lepörgött a készítők listája. Semmit nem énezve, csak letettem a kontrollert, és még csak annak sem tudtam örülni, hogy a végére értem. Nincs felfedezés élménye, mint a The Outer Wilds-ban. Nincs levegő után kapkodás az elérzékenyüléstől, mint a Ghost of Tsushima-ban. Nincs mosoly az arcom, mint egy Immortals Phoenix Rising végén is, nincs szép emlék, mint a Witcher 3 befejezését látva. Ennek csak vége, és ennyi. Az Assassin's Creed Valhalla egy tisztességesen megalkotott, nyílt világú játék. De ennyi. Nem rossz, nem kiemelkedő, csak jó és kész. Ahogy mondtam, mint a Meki. A bugokról már nem is akarok beszélni. Az, hogy nekem a játék felétől nem volt hangja a lónak, vagy hogy game-breaking bugoktól hemzsegett a végigjátszás, mert a skriptelt jelenetek beakadtak. Már nem is beszélek, örülök, hogy a végére értem. Nem bízok benne, hogy a Far Cry más lesz. Az is jó lesz, de csak jó, el lehet majd vele szórakozni. Minden esetre, én köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el hagyni egy lájkot vagy egy diszlájkot, benyomni a csengőt és feliratkozni a csatornára, ha szeretnétek értesítést kapni a következő videókról. Valamint Twitchen minden hétköznap megtaláltok, este 6 órától, este fél 10-ig, valamint pénteken délután 4-től, este fél 7-ig. Én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok srácok!